Magukat szerelőknek kiadó trükkös tolvajokat fogtak el a soproni rendőrök. A három férfi főleg idős emberek házába ment be, azt állítva, hogy vízvezeték szerelők. A lakáson belül pedig azt keresték, honnan tudnak készpénzt elvinni. A nyomozás kiderítette, hogy 11 megye 16 városában verték át így az egyedülálló embereket. Ezeket a felvételeket a rendőrök a rajtaütéskor készítették Sopronban. A három férfit akkor már ismerték, mozgásukat figyelték a nyomozók. Korábban ugyanis már jártak a városban, és egy idős emberhez vízműdolgozónak kiadva jutottak be, majd a kabátja zsebében levő pénzt ellopták. Februárban már látszott, hogy a sorozat az egész országot érinti, legalábbis ugye 11 megyéről tudunk, és április az, amikorra eljutunk odáig, hogy már elég konkrét információink vannak. Eddigre már a helyi soproni rendőrkapitányság is bekapcsolódik. A három fős társaságról kiderült, hogy az ország számos pontján teljesen váratlanul bukkantak fel. Az is egyértelmű volt, hogy egy-egy településen többször is próbálkoznak. Sopronban, ahol végül elfogták őket, sem először jártak. Sopronban az első bűncselekmény február végén történt, akkor rendeltünk el nyomozást, onnantól lehet mondani, hogy körülbelül 3 hetente érkeztek városunkba a magukat vízművesnek kiadó utazó bűnözők. A rendőröknek sikerült a trükkös tolvajok osztrák rendszámos BMW-jét is azonosítani, ettől kezdve már könnyebb dolguk volt. Amikor az autó felbukkant, figyelni kezdték, és végül elfogták a három férfit, akik ellen az idősek kifosztása miatt indult eljárás, valamennyien őrizetben vannak.